Június végén szereztem tudomást arról, miszerint Németországban 35 ezer menekült nagy bajban van. Mind a 35 ezeren Koszovóból érkeztek 6 évvel ezelőtt. Mindannyian romák. Mindegy, hogy Áskálinak vagy Egyptiannek nevezzük őket. Július első hetében a frakciók elnökei, kivéve a konzervatívokat, levélben hívták fel a figyelmét a német kormánynak, hogy gondolják át a döntésüket. Azért, mert Németország eldöntötte, hogy 35 ezer romát deportálnak Koszovóba. Abba az országba, ahol a 150 ezer roma közül csupán 6 ezeren maradtak az országban, azok is embertelen körülmények között élnek. Saját országukban, menekült táborokban. Észak-Mitrovicában, a menekült táborban 6-szoros ólomszennyeződést mutattak ki, azóta nyomorék gyerekek születnek. Azokban a házakban, amelyekben a háború előtt romák laktak, ma jogcím nélkül az albánok vagy mások lakják, vagy lerombolták azokat. Németország 6 évig gondolkodott azon, hogy megadják-e menekült státuszt a romáknak, és most úgy döntött, visszaküldi őket Koszovóba, a semmibe. Körülbelül még 70 ezeren vannak más országokban, Európában, és a balkáni országokban. Többnyire illegálisan, Hollandiában, Svédországban, Finnországban, Macedóniában, Szerbiában, stb. Nincs anyaországunk, mely egy ilyen helyzetben befogadna bennünket. Azt kértem, hogy Európa, amikor indítványoztam ezt a vitát, azt kértem, hogy Európa foglaljon állást ezügyben, és nem azt, hogy 10 képviselő a kisebbségek helyzetéről vitatkozzon 11 óra után itt az Európai Parlamentben. Németországra befolyással kell lennünk, nekünk, európai parlamenti képviselőknek meg kell akadályozni a deportálásokat, és ezt az egész helyzetet rendbe tenni Koszovóban. Köszönöm.